Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt ismét a Kontextus podcastje, a Lomnici válaszol, én pedig ifjabb Lomnici Zoltán vagyok. Ezen a héten újabb témakörökből válogattunk, és nem csak az aktualitásokat, hanem olyan kérdéseket is megpróbálunk feszegetni ezen a héten, amelyek visszatérő jelleggel úgy tűnik, hogy az önök a ti érdeklődésetekre számot tartanak. Kezdjük! Halálos hajóbaleset. Mi miatt vonhatják felelősségre a hajó kapitányát? Szinte Pontosan 5 évvel ezelőtt történt a Hableány tragédiája, és egy alapos jogi eljárást követően, vízi közlekedés veszélyeztetése, nyomán tömegszerencsétlenség okozása, mindez gondatlanul volt az a bűncselekmény, amely megállapítása került a hajós kapitány vonatkozásában, és hogyha jól emlékszem, 5 év, hat hónap szabadságvesztést róttak ki rá. Ez a mostani sajnálatos, tragikus esemény annyiból bonyolultabb, hogy meg kell vizsgálni a körülményeket, hogy észlelhette a kapitány éjféli órákban történt a baleset azt, hogy ütközött. A rendőrség, a hatóságok álláspontja az, hogy ezt észlelnie kellett. Ráadásul a szemtanúk szerint, akik érzékelték, hallották az eseményeket, egy csattanást követően felgyulladtak a Heidelberg utasszállító hajó reflektorai, Komáromnál tartóztatták fel a hatóságok, illetve találták meg a vízi árművet, és a cseh illetőségű kapitányt őrizetbe vették. Az ő vonatkozásában két Bűncselekmény gyanúja is felmerülhet. Az egyik a már korábban említett vízi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény. Itt minősítő körülmények, hogyha több ember halálát okozza valaki, illetve hogyha halálos tömegszerencsétlenséget okoz. És hogyha szándékosan teszi mindezt valaki, akkor 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetésre számíthat. Hogyha pedig gondatlanul, akkor kettő évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés Ami a cserbenhagyás vonatkozó részét illeti, abban az esetben nyilvánvalóan több szempontot kell vizsgálni. De hogyha megállapítása kerül a segítségnyújtás elmulasztása, akkor ott is több évi szabadságvesztésre számíthat az érintett, és nyilván, hogyha több bűncselekmény megvalósul, és egyik sem abszorbálja a másikat, akkor halmazati büntetést szab ki a gyakorlat szerint a bíróság. De hát előbb természetesen meg kell várnunk azt, hogy a gyanúsítást követően vádemelésre és bírósági eljárásra kerüljön sor. Nagyon fontos, hogy a Szakemberek egyértelmű véleménye az, hogy az ilyen balesetek elkerülhetőek, ugyanakkor természetesen a nagy járművek felelőssége, körültekintése magasabb szintű és elvárt egyértelműen a kisebbekkel szemben, még akkor is, hogyha természetesen a szabályok mindenkire vonatkoznak. Tragikus, ami történt, rendkívül sajnálatos és bár kevés remény van arra, hogy az eltünteket megtalálják, az utolsó pillanatig az ember azt gondolom, hogy ilyen helyzetben várja a csodát. Milyen büntetésre számíthat Ficó merénylője és annak segítői? Visszatérő kérdések sora érkezik ezzel kapcsolatban, különösen az érdekli az embereket, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen gyorsan született egy ítélet már a Ficó ügyben. Nagyon fontos, hogy akivel szemben szabadságvesztés büntetés szabott ki a bíróság Szlovákiában, ő nem a merénylők körében említendő, egy másik cselekményt, bűnpártolást követett el a szlovák büntető jogi normák alapján, ahhoz a kórházhoz ment az érintett, amelyben ápolják a szlovák miniszterelnököt, és Trágár, a szlovák miniszterelnök halálát kívánó kijelentéseket, rigmusokat hangoztatott, a hatóságok közbeléptek, eljárást indítottak vele szemben, a bíróság pedig, hát nyilvánvalóan gyorsított eljárásban elítélte az elkövetőt. Tudni kell, hogy Szlovákiában egyébként a gyűlölet bűncselekmények széles tárházor szabályozásra kerül, hasonlóképpen, mint Magyarországon, és nyilvánvalóan a szlovák jognak is figyelembe kell venni egyrészt az európai jogot, másrészt az Európa tanács keretében égisze alatt működő Strasburgi Emberjogi Bíróság gyakorlatát, amelyről azt lehet mondani, hogy a szólás és vélemény nyilvánítás szabadság vonatkozásában, illetve a közszereplőket illetően rendkívül liberális a szabályozása és a gyakorlata, mindezek figyelembevételével ugyanakkor ha azt a gyűlölethullámot mindenképpen meg kell állítani, ahogy erre utaltak vezető szlovák politikusok, egyébként felvidéki magyar politikusok is, amely elterjedt egyrészt az utcán, a közterületeken, illetve különösen a közösségi médiumok felületein. Ami pedig az elkövetési magatartást illeti, olyan sajtóhírek is megjelentek, hogy több személy vehetett részt a merénylet kitervelésében. Tudni kell, hogy a szlovák büntetőjog is ugyanúgy, ahogy a magyar szabályozza tettesek és részesekre vonatkozó norma hátteret, azaz, aki az elkövetésben konkrétan részt vesz, de aki ezt segíti is, ugyanolyan vagy hasonló büntetése számíthat. Egyébként az emberölés következménye 25 évi, vagy éppen életfogytig tartó szabadságvesztés, tehát hasonlóan a magyar joghoz szigorúan bünteti ezt a típusú életelleni cselekményt a szlovák büntetőjog. Elfogató parancs arab terroristák és izraeli vezetők ellen. Hogy lehetséges ez? Egészen elképesztő az, amely irányba elmozdult az izraeli palesztén hamasz háború nyomán a nemzetközi közhangulat. Ennek egyik kitüremkedéséről már beszéltünk ebben a műsorban, nevezetesen az amerikai egyetemek palesztinpárti tüntetők általi elfoglalásáról. Legutóbb egyébként magyar konzervatív sajtóhírek szerint Olaszországban, Németországban és Európa több pontján ilyen jellegű radikális palesztinpárti, hamaszbarát diák mozgalmak alakultak és kampuszokat, például római László-Pience egyetemet is elfoglalták, illetve ostrom alá vették. És valahol ebbe a körbe illeszthető bár nyilván más jellegű támadás a nemzetközi büntetőbíróság részéről, amelynek egyébként nem részese magának a bíróság mögötti egyezménynek sem az Egyesült Államok, sem Oroszország, és egyébként Izrael sem, a lépése. Miről is van szó? Kán főgyész indított egy eljárást, amelynek keretében elfogadó parancsot bocsátottak ki magasrangú izraeli és Hamas vezetők vonatkozásában. Ez azért döbbenetes, mert egyrészt egy kalap alá veszik a Területi szuverenitásáért küzdő, önvédelmet gyakorló Izrael legitim vezetőit és egy terrorszervezet illegitim formában működő terrorszervezet illegitim vezetését. Jogilag el nem ismerhető ez a csoportosulás, mégis egyfajta jogi felhatalmazást ad ezáltal a Nemzetközi Büntetőbíróság a terrorszervezetnek is. Hogy ebben az eljárásban közösen vizsgálná az izraeli vezetők és a Hamas vezetőinek, előjáróinak a cselekményeit abban a háborúban, amit a Hamas kezdett, amelyet a palesztinok több mint 90%-a támogat, és amelynek eredményeképpen számtalan túszt még mindig fogva tartanak izraeli állampolgárokat, Akikről nem tudnak a hozzátartozóik, most már hosszú-hosszú hónapok óta azért könyörögnek a hozzátartozók a Hamasznak, hogy adják ki a rokonaikat, családtagjaikat. De ez a mai napig számos izraeli túsz vonatkozásában nem történt meg. A... Csak ismételni tudom azt, amit Megyeri Jonathan Rabbi egy műsorban elmondott. Nevezetesen, hogy mutassanak még egy olyan államot, amelyet, hogyha megtámadnak, elrabolják állampolgárait, és egyébként légi fegyverarzanára rendelkezik, akkor nem légi csapással válaszol egy ilyen súlyos támadásra. Izrael saját katonáinak a testi épségét kockáztatva nyomul be olyan területekre, ahol számtalan veszély leselkedik az izraeli katonákra, Pusztán azért, hogy a túlérzékeny nemzetközi, sok esetben palesztinpárti közvélemény se szólhasson, de lehet, hogy más szempontok vezérlik az izraeli vezetést, de minden esetre, ha ez volt a cél, az egyik fontos cél, akkor ez nem talált, ami azt jelenti, hogy kíméletet, könyületet, empátiát, nem ismerve lép fel a nemzetközi közvélemény az ENSZ, vagy éppen a Nemzetközi Büntetőbíróság Izrael vezetésével, politikai és katonai vezetésével szemben, holott a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy emberként kellene felsorakozniuk Izrael és Izrael vezetése mögött. Egészen abszurd, hogyha olyan területre lépne Benjamin Netanyahu, amely állam részese ennek a statutumnak, ennek a nemzetközi megállapodásnak, akkor rögtön az elfogató parancsot foganatosítanák vele szemben, és a hágai székhelyű nemzetközi bíróság elé kerülne. Ez döbbenetes, ez elfogadhatatlan. A magyar miniszterelnök is ebbéli aggodalmának és nyugodtan mondhatjuk, hogy felháborodásának adott hangot az X közösségi felületén mint ahogy egyébként az amerikai elnök is elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság ezen lépését. Magyar Péter feljelentéssel fenyegeti a miniszterelnököt. Mennyire vehető komolyan? Visszatérő már már eposzi szereplője műsorunknak a politikus csemete Balánta, aki az egyik fórumán, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy egyrészt verbális értelemben ez idáig megfenyegette a megafonosokat, börtönbüntetéssel fenyegetett újságírókat, amely kapcsán megjegyzem szégyenletesnek tartom, hogy az újságíró társadalom baloldali része, hogyha lehet ilyenről beszélni, bár ott azért számos inkább aktivista működik, mint újságíró, nem emelte föl a hangját. Ez döbbenetes. Mint ahogy az is döbbenetes, de inkább egy kicsit megmosolyogtató is, hogy a háborúpárti plakátok kapcsán a magyar miniszterelnök feljelentéséről beszélt, rágalmazásért történő büntető eljárás alávonásáról beszélt magyar Péter, a kormányfőnek. Néhány dolgot a mi álláspontunk szerint érdemes tisztázni. Kérdés az, hogy háború párti -e Magyar Péter. E vonatkozásban egy olyan körülményre hívnám fel a figyelmet, amely az én szerény álláspontom szerint megerősíti azt, hogy a válasz igenleges. 2023. februárjában jelent meg az az álláspont, amely a mai napig tartja magát, hogy az amerikai felső vezetés, és például Antony Blinken külügyminiszter egyáltalán nem szorgalmazza Krém visszacsatolását Ukrajnához, tekintettel arra, és így fogalmaztak a Pentagon felsővezetői, a külügyminisztérium vezetői a politikó beszámolója alapján, mert ez vörös vonalat jelentene Vladimir Putyin számára, és a háború eszkalálódásához vezetne. A háborúpártiság definíciója az egyértelműen az, hogyha valaki egy konkrét háborút támogat, vagy egy háború elhúzódása mellett bármilyen módon érvel. És ehhez képest egy lengyel lapnak 2024. május 5-én interjút adott Magyar Péter, ahol elmondta kérdésre, hogy a Dombaszból és a Krímből ki kell vonulni az oroszoknak, azaz vissza kell adni a Krímet az ukránoknak. Ez ezt jelenti. Ilyen kérdésekben egy politikusnak azt gondolom, hogy minden fontos stratégiai jelentőségű információval Tisztában kell lennie, még egy kezdő politikusnak is, azt gondolom. És miután a Krím visszacsatolásáról beszélt Magyar Péter, és tudni lehet, hogy ez még a demokrata Ukrajnát támogató amerikai kormányzat szerint is vörös vonal és a háború elhúzódásához vezet, ezért azt az egyértelmű logikai következtetést tudjuk csak levonni, hogy Magyar Péter ezen kijelentése háborúpárti. Innentől meggyőződésem szerint okafogyott mind a rágalmazás, mind esetlegesen a becsületsértés. Itt érdemes lenne az érintettnek azért a, nem a büntető jogi tankönyveket, hanem a büntető törvénykönyvet elővenni, és megnézni a két tényállást. Lehet, hogy az ő saját munkáját még nem tartja közérdekűnek, vagy éppen semmiféle olyan szempont nem merül fel az ő fejében, amely miatt ez becsületsértés lenne. Én ezt elfogadom, de a rágalmazásról is tudni kell, hogy a büntető bírói gyakorlatot, hogyha áttekintjük, akkor a politikai vélemény tekintetében különösen közszereplők kapcsán nagyon ritkán ítél meg a bíróság büntetőjogi felelősséget. Ezt érdemes még egy kicsit átnézni. Ezúttal is megköszönjük azokat az értékes és érdekes felvetéseket, amelyeket kaptunk, és figyelemmel kísérjük a politikai folyamatokat az elkövetkező időszakban is, ahogy szoktuk mondani, a politika ütőerén tartjuk a újunkat, de emellett is nagyon várjuk minden olyan kérdésüket, kérdéseiteket, amelyekkel segítitek azt, hogy minél izgalmasabb és érdekesebb legyen a műsor. Köszönöm szépen.